Köszöntöm nézőinket, Önök Kapos Menti magazinunkat látják, Deli Kinga vagyok. Mai adásunk tartalmát pedig már mutatom is. Újabb programmal készül Dombóváron a kábítószerügyi egyeztető fórum. Szendrő Szabolcs túrázó élménybeszámolója a dombovári diákoknak. Gőzmozdony robogott be a dombovári vasútállomásra. Tolcsvai Béla Kossuth díjas zenész és Zajti Ferenc filmrendező Dombóváron. A figyelemfelhívás az élet minden területén nagyon fontos. Nincs ez másként a kábítószerekkel kapcsolatban sem, a fiataloknak időben meg kell ismerniük ezeknek a szereknek a káros hatásait. A Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum negyedévente megtartott ülésén igyekszik ehhez programokat találni, illetve az adott időszak esetlegesen felmerülő problémáira is megoldást találni. Negyedik alkalommal ült össze a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Dombóváron, ahol Gábor Zoltán rendőr alezredes, a KEF társelnöke ismertette a napi rendi pontokat. Több napi rendi pontunk volt, az egyik az egy pusztán technikai, egy alapszabályt módosítottunk. Szó esett a Kábítószeres Világnap általunk megrendezett és megtartott rendezvény sorozatára, illetve az azzal kapcsolatos tapasztalatokra, főleg diákok szemszögéből, és a kortárs oktatással kapcsolatos aktualitásokat beszéltük meg. Úgy néz ki, hogy egy újabb tagintézmény csatlakozik a kortárs oktatókhoz, illetve a kortárs oktatók tudásának a napra készítételének a részleteit, illetve az azzal kapcsolatos új ismeretanyagot, különös tekintettel az elvára. Az ülés alkalmával a nyár elején megtartott kábítószer ellenes világnapi rendezvényük tapasztalatait is átbeszélték a tagok, egyhangulag megállapítva, hogy pozitív volt a visszajelzés a rendezvénnyel kapcsolatban. A diákok részéről nagyon sikeresnek mondhatjuk, legalábbis azok a visszajelzések, amik több száz diáktól érkeztek, mert 250-300 fő vett részt ezen a rendezvényen, az mind-mind nagyon pozitív visszajelzésnek mutatkozik. Úgy a rendőrsége, hogy az egyéb civil oldalon megtartott programpontok is úgy néz ki, hogy elnyerték a tetszésüket. Voltak pályázataink is díjazottakkal, hál' Istennek átlagon felül részvételi arányjal, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a rendezvénysorozat folytatódni fog. Már csak azt kell majd megbeszélnünk, hogy a jövőben milyen egyéb rendezvényekhez tudjuk ugyanezeket kapcsolni, de én úgy gondolom, hogy mint ahogy most is megegyeztünk egy új rendezvény megtartásában, ez egy szakadatlan gyakorlattá válik. A most megrendezésre kerülő autómentes világnap, és ennek a keretében, ugye szorosan kapcsolódik ez most a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum mostani programpontjaihoz, ennek a keretében már a kortárs oktatók, illetve azok a diákok is részt fognak tudni venni, akik különösen fogékonyak ez iránt a téma iránt. A kortárs képzés folytatásáról is tárgyaltak a fórum alkalmával. A Dombóvári Íj és Gyula gimnáziumban elindult kezdeményezés népszerűnek bizonyul. Kortárs oktatóknak a személye és az ő habitusa egyfajta garancia arra, hogy a gyerekek egymás között és az egymást megismerve szembesüljenek azokkal a problémákkal, amik nem csak a kábítószer fogyasztás, de minden olyan szenvedélybetegséghez kapcsolhatók, meg az ő mindennapjaikat áthatják, hogy veszélyeztetni tudják. Nyilvánvaló, hogy egy olyan korosztály, aki önmagának ad elő, és a saját intézményükben, a saját diáktársaik körében tudják ezt az ismeretanyagot kamatoztatni, sokkal hitelesebb, mint jelen esetben egyfajta felülről jövő kezdeményezés. Én úgy gondolom, hogy az ő megjelenésük, az ő tudásanyaguk és az a fajta személyre szabása, hogy ezt előadni tudják, egyfajta garancia arra, hogy ez eljusson mindenkihez. Ezek természetesen törvényes képviselők beleegyezésével történő oktatások, egy 5x2 órás módulon mennek keresztül a diákok. Az aktivitás és a jelentkezési hajlandósága azt kell mondjam, hogy hál' Istennek sokkal nagyobb, mint az, amit most ki tudunk szolgálni, hiszen ezeknek a tanóráknak vagy előadásoknak a célja az, hogy mindinkább személyessé is interaktívvá tegye ezt a fajta oktatást. Semmiképpen nem nagy plénum előtt megtartott előadásokról van szó, csoportos foglalkozásokról, ahol játékos, de egyébként abszolút komoly feladatokkal vezetjük be a diákokat elsősorban az előadókészségnek a fejlesztésébe, és másodszorban pedig, ha az megvan, akkor nyilván azoknak az ismeretanyagoknak az átadására, amik a szenvedélybetegséghez köthetők. A megbeszélés alkalmával a hazai illegális piacon egyre nagyobb teret hódító, eldobható elektronikus cigarettáról is szó esett. Egy központi ismeretanyagot fogunk leoktatni tulajdonképpen minden vonatkozó
oktatási intézményben, illetve olyan civil szervezeteknek a körében is, akik erre igényt formálnak. Igazából önmagában a köztudatba kerülés az reményeim szerint ezután a oktatás után, vagy ezek után az oktatások után hathatóssá válik, és az ezekkel kapcsolatos jogszabályi aggályok is igazából tisztába kerülnek abból a kontextusból, hogy tulajdonképpen mi is az elv, bár milyen jogszabályi háttere van ennek a szabályozásnak, illetve mit tehet egy pedagógus, egy szülő, illetve maga a diák is akkor, hogyha ilyesmit tapasztal. Egyébként ezt az ismeretanyagot is két részre bontottuk. Az egyik része kifejezetten a pedagógusoknak és a szülőknek szól, a másik része pedig a kortárs oktatók körében kerül népszerűsítésre, ők is föl tudnak készülni ebbe, és megfelelő módon előadni ezt a saját diáktársaiknak. Azt gondolom, hogy igen fontos az, hogy ezt a kettőt külön válasszuk, mert teljesen másként kell megszólítsuk a gyerekeket, és másként kell megszólítsuk a szülőket, illetve a pedagógusokat, akik ezzel a jelenkori problémával szembesülnek. A fórum egyhangú döntése értelmében kampányt indítanak az elektromos cigaretta negatív hatásairól, amely súlyos egészségkárosodást okozhat a fiataloknak. Dombóváron nem mindegyik oktatási intézményben indult hagyományosan a tanév. Az apácai sok számára nem ismeretlen az iskola foglaló hét, hiszen már az előző oktatási évet is hasonlóképpen indították. Az abszolút nem mondható el, hogy ne tanultak volna a diákok, de az biztos, hogy a 2022-23-as tanév sem a megszokott formában indult. Gondolatban még a legmagasabb hegycsúcsokat is megmászták. Tartsanak velem, mutatom is. A Tolna megyei szakképzési centrum Apácai Csere János Technikuma iskola foglaló héttel indította a tanévet. A diákok a Project 7 folyamán nem egyből a tanulás világába csöppentek bele. Különféle csapatépítő programok mentén játékos formában sajátítottak el számos információt. Az idén Dombóvár szobrai álltak a program középpontjában. Ezekből kellett az apácai diákoknak egy projekt terméket előállítani. Ez a tanév is a tavalyihoz hasonlóan egy iskola kezdő projekt héttel indult. Ennek a projekt hétnek az a célja, hogy visszaintegrálja kicsit a diákokat az iskola világában, építse a csapatokat, az osztályközösségeket, és közben olyan programokon vegyenek részt, ahol azért a különböző kompetenciájuk, a tudásuk olyan programokon keresztül fejlesztődik, ami számukra azért jóval befogadhatóbb, mint egy osztályteremben töltött tanóra például. Tavaly még ezt az iskola berkein belül csináltuk, idén már nagyon nagyban nyitottunk a város felé, voltak különböző városi programok, múzeumlátogatások, a különböző város különböző pontjain vetélkedők, ahol város történettel, iskola történettel és ilyen hasonló dolgokkal kapcsolatos kérdések is voltak. Az iskola foglaló hét záró napján a művelődési házban egy előadással készültek a diákok számára, ahova szeretettel várták a városból is a téma iránt érdeklődőket. A belváros iskolából is jöttek diákok, ez a program, ez pedig Szentről Szabolcs hegymászó természetjárónak az előadása. Szabolcs nagyon érdekesen tud mesélni, nagyon-nagyon motiváló az, amiket mond, és ennek a korosztálynak azt gondolom, hogy erre nagyban szüksége van, hogy hallja a Szabolcs szóval ezeket a gondolatokat. Az ő szemléletmódja, ez a természetközeliség, ez át tud ragadni a diákokra is. És a mai világban, ahol tényleg nagyon nehezen szakadnak ki a kütyüjeikből, a mobiltelefonjaikból, azt gondolom, hogy ez is szükséges. A dombóváriaknak előadást tartó Szendrő Szabolcs 34 évesen lobbant szerelemre a hegyek iránt, de addig is megszállottan sportolt, ám egy vonatbaleset következményeként bal lábát térd alatt amputálni kellett, de ezt követően sem engedte el a sportot az életéből. Profi kajakos lett belőle, majd jött a hegymászás, első körben turistaként, majd az OSC igazolt hegymászója lett. Az előadás alkalmával hegymászásairól képvetítéssel egybekötött élménybeszámolót hallhattak tőle a jelenlévők, de elsőként arról beszélt, hogy került a sport az életébe. Úgy gondoltam, hogy erre a súlyemelés a legalkalmasabb, csak hát ott nem volt lehetőségem ilyen súlyemelésre menni, amelyre bekerültem Pestre a vasútgépészeti technikumba, addigra viszont a tanulmány eredményén voltak oda, úgyhogy van mit tanulni, hogy hát azért vannak bajok a tanulással, hogy hát azt mondták, hogy hát ha majd rendesen tanulsz kisfiam, akkor mehetsz edzésre, kisfiú meg vagy hülye volt, vagy üstabolt, de nem mehet neki a dolog.
és akkor a második év végén pont a keletiben voltam egy termés, és gyakorlatilag amikor mondták a szüleim, hogy jó, most kipróbálhatod magad. Addig volt nekem odahaza egy 30 kilós mozsaram és egy 37,5 kilós sindarab, és azt nyomkodtam folyamatosan, végén már fékézzel is ki tudtam nyomni, de nem tudtam, hogy mit tudok valóban megemelni. Szendrő Szabolcs kitartása, elhivatottsága példaértékű lehet a fiatalok számára, akiknek azt a sokkoló pillanatot is elmesélte, mikor elvesztette a lábát, de őt még ez sem tántorította el attól, hogy a sport az életében napi szinten jelen legyen. Voltak nagyon szép nyitott peronos vonatok, ugrottam, és hát akkor is tudtam, hogy túl gyorsan megy a vonat, de nekem mindent meg kellett tenni, hogy elérjem az edzést. Visszapocsattam, és a sarkomra rálépett a vonat, ami nem volt nagyon veszélyes, még a mentősorvostól első kérdésem lehet ezesünk emelni. Agyilag ott tartottam, most se vagyok sokat távolabb ettől, és azt mondja, hogy semmi baj, bestoppolják a lábát és működni fog. És akkor pár napig stoppolgattak, majd ébredek az altatásból, és az ágyam szélén ülett nővér késsífogál, és nem tudtam, hogy mi a baja, és így rákérdeztem, és azt mondja, le kellett vágni a lábát. Mondjuk 16 évesen ilyen álmok mellett elébredni egy normális embernek nagyon-nagyon rossz lehet. Én valahogy kilógok a sorból, mert nagyjából 5 percen belül lerendeztem minden problémámat, mert tudtam, hogy olyat tettem, amit nem szabad, ezért jár valami büntetés, nekem nagyjából egy életfortiglani fillágúság lesz, de azt is tudtam, hogy továbbra is szeretnék sportolni, de hát most már valami ülő sportág után kéne nézni. És akkor hát úgy, hát mondom, lehetne sakkozni, de bár fölött baromi gyenge vagyok, hogy azt nagyon gyorsan elfelejtettem. Viszont szerencsémre akkor érdekelt egy Szalai Margit nevű leányzó, aki félágú volt, és a mai napig nem szégyellem, hogy egy lány lett a példaképen. A kajakozás után pedig jött a hegymászás, amibe képeken és történeteken keresztül kaptak betekintést az előadás résztvevői. A tanévet indító iskola foglaló a hegymászó élmény beszámolóján kívül számos olyan elemet tartalmazott, ami összekovácsolta az osztályközösségeket. A diákok pozitívan reagáltak erre, tavaly is és idén is, élvezték a projekthetet, és szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk, úgyhogy nem szakadó esőben kellett az itteni feladatokat teljesíteni, de találkoztam el este is, tehát még este is olyan diákokkal, akik az iskolai feladatokat oldották meg teljesen fakultatív szabadidejük terhére, úgyhogy én ebből arra következtetek, hogy számukra ez egy pozitív élmény volt. A Tolna megyei szakképzési centrum Apácai Csere János technikuma sikeresen zárta a 2022-2023-as tanévet indító iskola foglaló projekt hetét. Füsszállt fel a dombóvári vasútállomásról, no nem bajt jelezve, csupán annak a gőzmozdonynak a jelenlétére hívta fel a figyelmet, ami az idei kora őszi retro hétvége alkalmával az utasokat szállította Dombóvár és Kaposvár között. Az esemény sokakat kicsalogatott még a rossz idő ellenére is. A gyerekek rácsodálkozva, míg az idősebbek nosztalgikus pillantásokkal tekintettek a szerelvényre. A MÁV kora őszi retro hétvégéje alkalmából megtelt a dombóvári vasútállomás utazni vágyokkal és olyanokkal, akik csak a látvány kedvéért érkeztek, ugyanis a 424-247 pályaszámú gőzmozdony és 4 darab vékony csíkos gyorsvonati kocsis szerelvény állt a síneken. A Kapos Express vonat Dombóvár és Kaposvár között szállította az utasokat. Idén ez volt az utolsó ilyen akciója a társaságnak, mondta el a vezérigazgató. A retro hétvége elsődleges feladata az, hogy megszerettessük a vasúti közlekedést, illetve népszerűsítsük az utasok között. Ez idén a 4. retro hétvégénk. Bátran kijelentettem, hogy sikeres rendezvényekről van szó, több ezer plusz utast mozgattunk meg. Korosztálytól függetlenül veszik igénybe. Több okból jönnek általában. Ugye a gyerekek, akik ilyet nem feltétlenül láttak még legfeljebb fényképről, nekik megelevenítjük ezt az időszakot. Az idősebb résztvevők pedig némi nosztalgiával tekintenek vissza a fiatal korukra, és kellemes élményeket idéznek fel. Nagyon széles mozdonypalettánk vonul föl ilyenkor, egészen az M40-es pupos mozdonytól, a Nohabon, a Szergelyen, Kisdeácsián át, az MD motorvonat, illetve a közel 100 éves BC motorvonatunk fog közlekedni, amely egy 104 éves úgynevezett paklikocsit húz, amin büfészolgáltatással is lehet találkozni. Ez több lehetőséget jelent, mint amit be lehet utazni egy nap alatt. Ez most csak a pécsi térségre korlátozódik. Az idei évre ilyen jellegű retro hétvége tovább tervben nincsen, hiszen ehhez azért kell valamilyen
kellemesebb idő, mondjuk a balatoni nyári retro hétvégéhez a nyári meleg idő, illetve a mai idő ugye egy kicsit esős, de azt szoktam mondani, hogy ilyenkor egy gördülő szobában utazunk, vagy egy gördülő étteremben, úgyhogy ez még éppen ideális a programokhoz. Dombóváron az esős idő ellenére is sokan voltak kíváncsiak a ritkán látott szerelvényre, amely indítását még a nyárra tervezték, tudtuk meg a város polgármesterétől. Ma egy hiánypótlás történik, hiszen augusztus 13-án szeretük volna, hogyha a retro vonatot a Gyékeny és Dombóvár vonalon a Gőzmozdon húzza. Ez akkor műszakilag nem valósulhatott meg. Ma egy retro hétvége keretében, mely országos rendezvény, Dombóváron mégiscsak kigurult a gőzmozdony. Hát azt hiszem, hogy vannak élmények is, természetesen, hiszen diákként 4 éven keresztül megtettem a Dombóvár Bonyhádidas útvonalat. Akkor ez nem tűnt élménynek, de már felértékelődtek. Nyilván ami akkor volt, az már elmúlott. Nagyon emlékszem rá, hogy néha még sört is ittak az emberek a vonaton, vágni lehetett a füstöt. Azt mondom, hogy ma már nem jelzik senkinek, hiszen rengeteget fejlődött ez a típusú közlekedés, és remélem, hogy tovább fog fejlődni, és minden többen fogják igénybe venni. A várakozás pillanatait pedig a Dombóvári Zenész Egyesület színesítette a Dombóvári vasútállomáson. A legendás 424-es gőzmozdony nagy sikert aratott a retro hétvége folyamán. Az érdeklődők között voltak nagyszülők unokákkal, akik boldogan mesélték a vonatos élményeket számukra, de akadtak olyanok is, akik saját élményeiket szerették volna feleleveníteni a nosztalgia vonatozással. Gyermekkoromban mi sokat vonatoztunk, bár gőzösen nyilván már nem, de nagyon szeretem a vonatokat, gőzösöket, a retro hétvégék pedig szerintem tényleg egy remek alkalom, hogy a régi idők vasutát is megismerjük. Mi Kaposvárról jöttünk át, most direkt a gőzös miatt, meg ugye a vasútvonal 150 éves születésnapja miatt. Én már nagyon régen vonatoztam, megmondom őszintén, de édesapám, ő dízelmotor szerelő, ő itt dolgozott vasúton több mint 40 évet, úgyhogy most ezeket a videókat, meg képeket majd átküldöm neki, mert most nem jöttem megnézni, meglepetés lesz. Úgyhogy szerintem baromi jó, baromi szép, úgyhogy tökre jó, élvezem. Egy átfoltak átlás mozdulni, amik hazánkóvás voltam én. Ezen ilyeneket dolgozott, az a sorozott. Sorozott, 4-4-es sorozott. Mielőtt a gőzös még kigurulhatott volna az állomásról, Szabó Csaba, a Pécsi Pályavasúti Területi Igazgatóság vezetője osztott meg néhány hasznos információt a helyi vasúttörténetből. 1872. augusztus 14-e volt az a nap, amikor Dombóváron megjelent az első vasútvonal, amikor Dombóváról elindult az első vonat Kaposváron át Zátányban. A gőzmozdonyon elhelyezett koszorúról Keresztes Péter vezérigazgató és Pintér Szilárd polgármester rántotta le a leplet indulás előtt. Aztán felszállt a füst, és a szerelvény utasokkal telve elhagyta a dombovári állomást Kaposvár irányába. Mai világban számos eszköz adódik ahhoz, hogy az emberek eljussanak egyik helyről a másikra. Ritka az az eset, ha az út mentén stoppoló egyénekbe botlunk utazásaink alkalmával. Lengyelországban a 60-as években szinte libasorban álltak az utazni vágyok, teljesen legálisan, hiszen ehhez még kiskönyvet is biztosított az országvezetés annak idején. Milyen volt a világ anno? Erről volt látható egy dokumentumfilm Dombóváron. Filmvetítés várta az érdeklődőket a Dombóvári Művelődési Ház majoros termében. Az 1960-as évek elején lazultak Magyarországon is az utazással kapcsolatos szabályok. Megnyíltak a határok, a vízumkötelezettséget feloldották, megindult a környező országok felfedezése. A fiatalok számára a legvonzóbb célpont a szabadság földje, azaz Lengyelország volt. Ezt a témát dolgozza fel az Autóstoppal a szabadság felé című dokumentumfilm. Ez egy lengyelországi történet, annak idején a 60-as, 70-es évek környékén számtalan magyar utazott Lengyelországba, mint a szabadság országába. Többek között én is egy ilyen stoppos voltam egykoron, és hát ezt próbáljuk feleleveníteni a filmen, hogy milyen is volt ez az élet és ez a világ abban az időben. Én is stoppoltam egykor, tehát az ötlet az innen jött, és hát azok, akik megszólalnak a filmben, ők szintén stoppolni jártak ki Lengyelországba, és
Hát én már nagyon régóta dédelgettem, igazából egy kis filmet akartuk belőle készíteni, pénz nem lett rá, úgyhogy egy hosszú, majdnem 7 éves folyamat eredménye volt az, hogy a dokumentumfilm is elkészült, amire ugyanúgy nem volt pénz. És hát ebből jött aztán végül létre ez a füzér, aminek az eredménye egy könyv is lett, tehát mindaz, ami kimaradt a filmből, mert ennek vannak időbeli korlátai, azt egy könyvbe közzétettük, mert nagyon sok minden maradt ki, ami érdekes, izgalmas és szép történet volt. A visszajelzés az az öregektől volt, tehát az a korosztály, ami a mi korosztályunk. A lengyeleknél volt érdekes visszajelzés, mert ugye oda is kikerült a film. Ők meghökkentek saját magukon, mert ők ugyanúgy nem tudtak a saját autostoppos világukról és életükről, mint ahogy mi nem tudtunk a miénkről, amit aztán ott tanultunk meg náluk. Magyarországon nem volt engedélyezett a stop, Lengyelországban ez egy hivatalos állami szerveződésű tulajdonképpen utazási forma volt. És inkább az volt az érdekes, hogy a lengyelek számára azok evidenciák voltak, ami nekünk egy megdöbbentő tapasztalat, és ők ezt nem így élték meg, ahogy mi ott ezzel találkoztunk. Körülbelül 50 emberrel készült riport, ezek közül 20 egy néhány szólal meg a filmbe, Sólyom Lászlótól, Tolcsvai Bélán keresztül, Bereményi Gézán át, Márta Istvánon keresztül nagyon-nagyon sok ismertebb személy is megszólal a filmbe. Évtizedeken át generációk növekedtek fel a lengyelországi élményeken. A film riportalanyainak mindegyikének voltak autostoppos élményei a Balti-tenger partján elterülő országban. A közel egy órás dokumentumfilmben megszólal többek között a Kossuth-díjas zenész énekes Tolcsvai Béla is. Többször jártunk Lengyelországban, és a lengyelek az egy külön világ. És akkoriban első-másodikos gimnazistaként teljesen. Az volt a szabadság, irány, fölfel a tengerhez. Tenger Magyarországnak annak idején is semmi nem volt, és oda följutottunk a tetejébe. Csuda, csuda volt, csuda. Nem, más nem lehet róla mondani, hogy csodálatos volt. Ott egy rendszeresített kis könyvecske volt, ki lehetett állni, de ha valakinek magyar zászló volt, abban a pillanatban az mindent jelentett. Abban a pillanatban az, aki legelől állt, az átadta a helyét. Átadta a helyét, hogy te mész először, mert te lenger vagy, te lengerszki. Ez a bizonyos kis mondóka, ami megismer, egyszerűen nem megszámlálhatatlan helyen és területen bármikor előjött. Mert megtudták, hogy aki magyar, az barát. A Tátrától a tengerig megelevenedik a lengyel vidék, ami történeteken és korabeli fotókon keresztül mutatja be a nézőközönségnek a korkedvelt utazási formáját, a stoppolást és azt az életstílust, ami ehhez társult. Úgy volt, hogy elmentünk Budapestről vonatra ki Katowicébe, illetve Krakóba, és a Krakóból mentünk fel a tengerpartra stoppa. Az volt az igazi Lengyelország. De meg kell nézni a filmet, és utána lehet rákérdezni, mert egyszerűen nincsen olyan világ, amit nem mondtunk volna el a filmben. Nagyon sokan jártunk én. Akkoriban az a hippi világ volt, szó szerint. Rolling Stones koncert volt kint Varsóban, az lehetett meghallgatni a Stones-t. Akkor Animals koncert volt Krakóban. Most ilyen helyeken egyszerűen feltöltöttünk, és ott szabadabb volt egy picit a világ, szabadabb volt. Azt egyből észrevette az ember, hogy sok-sok az apáca, sok a pap, és keményen keresztények. A beszélgetésekből egy korszak fénye is árnyéka, két egymástól merőben eltérő nép barátságának oka is kibontakozik, amely történetet akár könyv formájában is lapozgathatják a 60-as évek stoppos világa iránt érdeklődők. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!